Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Rejtett kincsek, így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Lőria részére. Kedves Lőria, üdvözöllek téged, ez a te videód. Itt megtekintjük a titkokat, először a jóslásnál, utána áttérek az asztrológia területére az indiai számítás szerint. Ez a kép ott fent bal oldalon utal a te jelenlegi helyzetedre. Itt látható egy királynő. Te vagy ez a királynő. Ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett. Látható is, hogy ez a királynő ül ezen a luftballonon, és messzire tekint. Ez mutatja azt, hogy tervez valamit a jövőt illetően, és vannak jó ötletei. De alul van a föld, ami azt jelenteni, hogy ezeket az ötleteket meg kellene valósítani. De ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett, tehát ott marad a levegőben, és nem tekint a földre. Ami azt jelenti számodra, hogy neked vannak jó gondolataid, terveid, ötleteid, de nem tudod, hogy valósítsd meg őket. Tervezel valamit a jövőben, de elveszíted a talajt a lábad alól, mert bizonytalan vagy. Nem tudod, hogy ez a terv megvalósulhat-e, igen vagy nem. Ami jó ennél a kártyánál, az a kommunikáció. Tehát vannak jó, szép kapcsolatok. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya azt mutatja, hogy mások hogy tekintenek rád a környezetedben. Ezen a képen látható egy hölgy, ez olyan, mint a Botticelli festmény, Vénusz születése, és az utal a te nőiességedre. Nem csak a kép utal erre, hanem a kelyhek is. Itt szintén egy királynő látható, de ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, ami érzelmekre utal. A környezeted úgy lát téged, hogy te nagyon szép, nőies, ápolt vagy, és mély érzelmeket éreznek nálad. Segítőkész vagy, kedvelnek téged. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a harmadik kártya azt mutatja, hogy miről kellene elgondolkoznod. Annyit láttunk eddig, hogy vannak terveid, nagyon szeretnek téged a környezetedben, de nehéz ezeket a terveket megvalósítani. Amiről most így elgondolkozhatsz, amit ez a harmadik kártya jelent, hogy legyen egy ilyen nagy ugrás előre. Légy bátor, és ha az a terved, hogy valami újat szeretnél kezdeni, vagy a munkát illetően, vagy a párkapcsolatot illetően, vagy szeretnél változásokat a környezetedben, akkor kezd el, legyen meg ez a bátorságod. Mert ez utal egy új kezdetre. Nem kell megkérdezni azt, hogy másoknak mi a véleménye. Az a fontos, amit te szeretnél. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép ott fent jobb oldalon mutatja az érzelmeidet. Itt a csillagképekről van szó, ami szerencsét hoz számodra, arra is utal, hogy az angyalok óvnak téged. Megvannak a terveid, a vágyaid, az álmaid, lehet, hogy kicsit álmodozó vagy, de ez szerencsét hoz neked,
utal arra is, hogy milyen tiszta a lelked, és mély érzelmeid vannak. És most megtekintjük a következő kártyát. Sajnos kicsit homályosan látható ez a kép a fény miatt. Amit ez a kártya jelent, ez a sorsod, a sorsod kereke. Itt van több kerék, több lehetőség, ahol te választhatsz, de ami számodra fontos, az ott van a szívednél. Tehát abba az irányba forog ez a sors kerék, ahova te tekintesz, és te hallgatni fogsz a szívedre. Itt nem csak párkapcsolatról van szó, hanem mind arra, ami téged kedvel, amit te szeretsz csinálni, az lehet a hivatásod is. Ez a kártya itt bal oldalon mutatja a titkokat. Itt vannak a rejtett titkok. Nyisd ki a szíved, tekints oda, és tedd azt, amit a szíved diktál. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya arra ad választ, hogy miért fontos a sorsodra, a szívedre hallgatni. Mert ha másképp éled az életedet, és mindig úgy teszel, ahogy mások ezt elvárják tőled, vagy félsz egy új kezdettől, akkor ugyanúgy, mint ez a férfi a képen mutatja, fogva érzed magad. Nyisd ki a szíved, mint egy kincses ládát, tekints bele, mi az, ami jót tesz neked, ami megnyugtat téged, amit szeretsz, vagy akit szeretsz. És most megtekintjük a következő kártyát. Ha odafigyelsz a belső hangodra, akkor a lelked súg számodra valamit. Ez a kártya pontosan erre utal, ezt mutatja. Itt egy szerelmes pár látható. Ebben a szerelemben kellene, hogy higgyél, mert ez a jövőd, és mi megtekintjük most a következő kártyát. Mi még maradunk a titkoknál, a lelki helyzetednél, és megtekintjük ezt a forrást. Betekintünk a mély lelki világba, és ez a kártya mutatja a titkokat, hogy tudnál valamit javítani a lelki helyzeteden, a sorsodon. Figyelj oda erre a kártyára, te vagy a királynő, és ott vannak körülötted mások. De nem szabad, hogy ők irányítsanak tégedet, hanem uralkodj a helyzet felett, mások felett. Az nem jelenti azt, hogy beképzelt legyél, hanem ez arra utal, hogy te vagy felelős azért, hogy a sors utadon járj. Ügyelj a lelki dolgokra, az érzelmeidre. Ne hagyd azt, hogy mások megbántsanak téged, parancsolgassanak neked, hanem ügyelj arra, te vagy itt a királynő, te vagy ez az úri nő, és figyeld így az eseményeket, és légy tisztában azzal, hogy mit várnak el mások tőled, de neked is legyenek elvárásaid. Nem szabad, hogy szolgálj másokat. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya itt lent bal oldalon mutatja azt, hogy mi várható a szerelmi élet területén. A hatos szám a múltra utal, vagy vannak itt emlékek, vagy valaki visszatér a múltból. Ennél a kártyánál a botokról van szó, és az utal a tűz elemére. Az aktív, és mutatja lelkesedést, a tűz eleme aktív, itt lesz mozgás, itt lesz egy irány, és ahogy a kép mutatja,
ez a madár, és te ülsz ezen a madáron, azt jelenti, hogy itt lesz kommunikáció, lesz könnyűség, egy új irány, és te irányítod az eseményeket. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya arra utal, hogy hogy folyamodnak az események a szerelmi élet területén, és ez a mágikus azt jelenti, hogy van egy varázslatos vonzalom, és azt is, hogy minden jóra fordul. És most megtekintjük a következő kártyát. Együtt fényképeztem le, tehát a következő kártya már látható is a képen. És ez utal a munkádra, utal az anyagi helyzetedre. A 8-as szám az mindig olyan húzavonát jelent, tegyem vagy ne tegyem. Ez azt jelentheti, hogy boldogtalan vagy, ami a munkádat illeti, vannak kihívások, nehézségek, hiányzik a könnyűség, és szeretnél valamit változtatni, de nem tudod, hogy tegyem vagy ne tegyem. A képen látható egy hölgy, és ez téged szimbolizál. A kezedben vannak az esernyők. Ezek lehetőségek. De ha megpróbálsz itt is, meg ott is működni, vagy ezt próbálsz ki, vagy azt próbálsz ki, akkor elveszíted az irányt. Próbálj egy irányba tekinteni. Mi a hivatásod? Mit szeretnél tenni? Mit tudnál javítani, ami a munkádat illeti? Nem kell mindenhol működnöd, és azt tenni, amit mások elvárnak tőled, vagy parancsolgatnak neked. Az a fontos, hogy koncentrálj a te saját munkádra, meg a belső erődre is. Ami az anyagiakat illeti, tartsd össze. Ügyelj arra, hol adsz ki pénzt. Akkor is, ha itt is, meg ott is veszel valamit, és nem drága, az veszteség lehet. Arra add ki a pénzt, ami számodra fontos. Ha erre ügyelsz, akkor megvan az energiád, és javul az anyagi helyzet. Ügyelj a saját értékedre is. Vedd azt meg, ami számodra értékes, akkor is, ha drágább. Az a pénz visszajön hozzád. Ha veszel valamit, ami számodra értéktelen, de olcsó, ez a pénz elveszik. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal a jövődre. Ez a kártya szerencsét hoz neked, mutatja az egész világot, utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra is, de ez mutatja a belső világodat is. Minden megvalósul úgy, ahogy tervezed. A csillagképek utalnak szerencsére, és mi tényleg áttérünk a csillagképekre az asztrológia területére. Abban a pillanatban, amikor és ahol te megszülettél, a mérleg jegye kelt fel a keleti határon, az indiai számítás szerint ez a te aszcendentusod. Ez befolyásolja a külsődet, a fellépésedet, a személyiségedet, és ez elkísér életed végéig. A mérleg jegye szereti a harmóniát, persze utal arra is, hogy te egy szép és ápolt nő vagy, mert kihat a külsődre. Itt a mérleg jegyében van a holdad, és ez szimbolizálja az érzelmeket. Szép érzésekre utal.
Az egyetlen hátrány az, amikor döntéseket kell hozni, mert akkor mindig mérlegeled a helyzetet, gyakran elfutsz a saját érzelmed felől, és mások úgy látják, hogy gyakran változik a hangulatod. Már így, már úgy, ugyanúgy, ahogy a hold változik. Már teli hold, már új hold, növekvő vagy csökkenő, és ez kihat rád a személyiségedre, persze az érzelmekre is. Az aszcendentussal szemben van a deszcendentus, itt nyílik egy új kapu, egy új életterület, a hetes életház, és ez utal párkapcsolatra. A te horoszkópodban itt található a kos jegye, a kos jegye a tűz eleméhez tartozik, ez utal bátorságra, vagy új kezdetekre, lelkesedésekre, a testi kapcsolatra is, ezt neked a párod tükrözi. Az indiai számítás szerint itt mozog most Uránusz bolygó, nem csak idén, hanem a következő években is kihat erre az élet területre, és mutat változásokat, gyakran olyan dolgokat, amire te nem számítottál, ilyen váratlan események vagy találkozások. Ráhú az a felfele mozgó hold csomó, egy kármikus csomó, és utal egy kiútra, egy új életterületre, új életszakaszra, valamire, ami ismeretlen számunkra. A te horoszkópodban ez a felfele mozgó hold csomó az oroszlán jegyében van, a 11-es életházban. Ez egy ismeretlen terület számodra. Az oroszlán jegye mutatja azt, hogy a te életutadon te állsz a középpontban. Mert az oroszlán jegye felett a nap uralkodik, és a nap a központ a mi naprendszerünkben. És ez kihat az életünkre, ezt kellene megismerned. Te állsz a középpontban. A 11-es életház utal barátságokra, ismerősökre, egy baráti körre, de ez a 11-es életház jelent még valamit, a remények házát. Tehát az, amiről te álmodozol, az megvalósulhat, és itt megtanulod azt, hogy ebben kellene hinni. Ez a 11-es életház kihat a párkapcsolatodra, mert itt található egy visszatekintő Mars bolygó, ami a lelki társadra utal, és egy visszatekintő Jupiter bolygó, ami mutat a bölcsességre, meg a szerencsére is. Mindkét bolygónál ez a visszatekintés utal kármikus témákra, utal a múltra. Ez azt jelentheti számodra, hogy te ismered a lelki társadat a múltból, ő visszatér hozzád, Jupiter bolygó adja a lehetőségeket, szerencsét hoz neked, hogy itt kialakuljon valami a szerelmi élet területén. Kétú az a lefele mozgó hold csomó, szintén egy kármikus csomó, és utal a múltra. A te horoszkópodban ez a vízöntő jegyében van, ami azt jelenti, te különleges személyiség vagy, nem olyan, mint mások. Ez a kétú, ez a lefele mozgó hold csomó a vízöntő jegyében az ötös életházban van, ami a gyermekekre utal. Szerencséd van, ami a kapcsolatot illeti a gyermekekkel, de ez jelenti a te gyermekkorodat is, akkor is különleges voltál annak idején, amit még ez az ötös életház jelent, ez a kreatív munka.
Ez olyan, mint egy színpad, amit te kialakíthatsz magadnak, természetesen itt te játszod a főszerepet, és te itt különleges vagy. Mivel az aszcendentusod a mérleg jegyében van, ez is arra utal, hogy nagyon jó érzéked van, ami a művészeteket, a kreatív munkát illeti. A napod az indiai számítás szerint a bak jegyében van, a négyes életházban. Ez a négyes életház mutatja az alapokat, erre építed fel az életedet, de utal az otthonodra is. Azért érdekes ezt most így megemlíteni, mert Szaturnusz bolygó, a sorsok bolygója itt mozog idén, és itt lesznek sorsdöntő változások. Előfordulhat az is, hogy egy költözésről van szó. Kedves Lőria, így tudtam ezeket a titkokat megvilágítani. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!